Tényleg nem szabad fa alá állni, amikor villámlik? Megvéd a villámlástól, ha beülünk az autóba? Veszélyes-e a viharban futni, biciklizni, vagy villámláskor telefonálni, zuhanyozni? Ebben a videóban most ezekről lesz szó. Na, szevasztok, én David vagyok, és nézzünk pár hiedelmet a villámlásról. Villám nem csap kétszer ugyanoda. Nem igaz. Bár a közmondás szerint a villám nem csap kétszer ugyanarra a helyre, a valóságban akár többször is lesújthat ugyanoda, különösen ha magas épületekről van szó. A New Yorki Empire State Buildinget például a megfigyelések szerint évente legalább 20-25 alkalommal éri villámcsapás. Naponta a világon több mint 8 millió alkalommal villámlik, ez évente hozzávetőleg 3 milliárd villámcsapást jelent, de nem csak a magas épületek lehetnek szinte állandó veszélyben. Az élő villámhárítónak is nevezett amerikai parkőr Roy Sullivanre például 1942 és 1977 között 7 alkalommal is lecsapott a villám, de minden alkalommal túlélte. Mindig a legmagasabb pontot célozza meg. Nem igaz. Nem törvényszerű, hogy a villám környezetéből kiemelkedő legmagasabb pontba csap be. Gyakran előfordul, hogy a toronyházak vagy toronyszerű épületek, például tévé vagy rádiótorony közepe táján talál be. Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem igaz. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakran csapnak le hegyeken vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma. Bár nem magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsátanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez. Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik, azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helyiségben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjunk vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár alányra kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is. Akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fémalkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot. Ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés a fém. Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az érzékeny és drága berendezéseket, ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhárítók védik otthonunkba, túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk, ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani, például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást azonban bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét. Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot. A fémékszer, esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók
Veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, hogy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az nem jelent kiemelt kockázatot, ha esős időben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopár hegytetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Nem szabad fa alá menekülni. Részben igaz. Az Amerikai Nemzeti Óceán és Atmoszféra Kutató Intézet statisztikája szerint a halálra végződő villámcsapásos esetek negyedénél fa alatt álló ember az áldozat. De ez nem azért van, mert erdős részbe gyakran csap a villám. Ha a fa erdő szélén vagy hegyetőn áll, vagyis jócsán kiemelkedik a környezetéből, nagyobb az esélye, de még így sem törvényszerű, hogy belecsap a villám. Amennyiben kitör a vihar, a menedékhely kiválasztásakor érdemes elkerülni a fákat. Ha erre nincs mód és mégis lombsátor alá kényszerülünk, esetleg az erdőben, keressük alacsonyabb példányt. Célszerű legalább 3-5 méterre állni a törzstől, a lombkorona szélével egy vonalban, hogyha a villám mégis belecsap, ne álljunk közvetlenül a vezető mellett, és még véletlenül se érintkezzünk vele. Úszás közben veszélyben vagyunk. Igaz, leggyakrabban olyan személyeket ér közvetlen villámcsapás, akik exponált helyen tartózkodnak, például hegytetőn, hegygerincen, sík, szabad terepen, nagyobb vízfelületen. Ilyenkor ugyanis az ember a villámhárító szerepét tölti be, szinte magához vonzza a villámot. Szakértők azt tanácsolják, hogy a vihar idején hagyjuk el a tavat, folyót vagy tengert, ne áldogáljunk a vízparton, a nedves talajon. Villámláskor le kell hasalni. Nem igaz. Ha lehasalunk a földre villámláskor, nagyobb testfelületünk lesz kitéve a természeti hatásoknak. Ha mindez nedves talajon tesszük, nő annak a kockázata, de nem törvényszerű, hogy közvetlenül villámcsapás ér bennünket. Ugyanakkor az is igaz, ha sík terepen, például mezőn, szabadban állunk és a környezetünkben nincs kiugróan magasan tárgy, szintén ki vagyunk téve a veszélynek, hogy villámcsapáskor testünk villámhárítóként funkcionál. Ilyenkor az a legszerencsésebb, ha minél kisebbre húzzuk össze magunkat. Szakemberek szerint érdemes legugolni, fejünket a térdünk közé hajtani, és ha nem vagyunk egyedül, legalább 5-10 méteres távolságot tartani társainktól. Autóban, repülőben nem lehet bántódásunk, igaz? 2010 májusában villámcsapott egy utasszállító repülőgépbe Manilában. A fedélzeten ülő utasok és a személyzetnek nem esett baja, azok a reptéri dolgozók viszont, akik a gép törzse alatt szerették volna átvészelni a vihart, égési sérüléseket szenvedtek. Az autó és a repülőgép is Faraday kalitkaként funkcionál villámláskor, mivel fémből készült külső elektromos erőtér nem hatol be rajta, és mivel sem mágneses tér, sem elektromos tér nincs a belsejében, a bezárt autóban vagy repülőben ülő emberek biztonságban vannak. Éppen ezért villámláskor kevésbé hatékony védelmet nyújt a vászontetős jármű. Ha autóban ülünk, fontos, hogy zárjuk be az ablakokat, és ne érintsük meg a fémvázat. Persze az, hogy a repülőben nem lehet bántódásunk villámcsapás miatt, csak akkor igaz, ha maga a gép nem sérül, például a villám nem egy kerozinnal teli szárnyat talál el. Biztonságban lehetünk a barlangokban. Részben igaz. Önmagában az, hogy a barlangokba bújunk, még nem ment meg minket a lehetséges villámcsapás következményeitől. Szakértők szerint csak akkor érdemes oduba, mélyedésbe vagy barlangba húzódni a vihar elől, ha az kellően tágas. A nyílástól és a falaktól legalább 1,5 méter távolságot tudunk tartani, hogy még véletlenül se érintkezzünk a felületével. A mozgó emberbe könnyen belecsap a villám. Nem igaz.
Nem azért csap valakibe a villám, mert az illető mozog, a sétálás, futás, biciklizés önmagában még nem növeli annak kockázatát, hogy villámcsapás ér bennünket. Ha viszont síkterepen mozgunk, vagyis a környezetünkben nincs kiugró magas pont, megnő annak a kockázata, hogy elér minket a villám. Szakértők szerint ilyenkor érdemes leszállni a bicikliről, és minél távolabb húzódni tőle, hogyha a villámcsapás éri, ne vezesse a testünkbe az áramot. Nem szabad hozzáérni ahhoz, akit villámcsapás ért. Nem igaz. Téfit, hogy a villám sújtotta embert nem szabad megérinteni, mert megráz bennünket az áram. A villámcsapás a legritkább és legnagyobb feszültségű áramütés, körülbelül 2-300 millió volt. Ha valakit villámcsapás ér, az áram a testfelületen keresztül a földbe jut, nem sugároz vissza, és nem rázza meg azt, aki a baleset után a szerencsétlenül járt ember segítségére siet. Ilyenkor a mentők értesítése után az a legfontosabb teendő, hogy ellenőrizzük a beteg alapvető életfunkcióit, légzés, keringés, felmérjük, hogy tudatánál van-e, és ha szükséges, megkezdjük az újraélesztését. Nos, remélem érdekesnek találtátok ezt a videót, és akár még segíteni is tudtam, hogyha valamilyen villámlás vagy viharral kapcsolatban van valami, vagy éppen tényleg titeket is, téged is egy nyílt terepen, túra közben erdőbe ér a vihar, ezeket a tanácsokat érdemes megfogadni. Ha szeretnétek még hasonló időjárással, bármivel kapcsolatos videót, bármilyen videót, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert így még a legújabb videókról sem maradtok le. Én most is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozzunk a következő videóban. Na, hello!